Egy fatörzs darabjainak összeillesztésével próbálkozik ez a kislány. A másik asztalnál tapintással kellett kitalálni, milyen magvak találhatók a tasakban. A természettudomány jegyében tartottak diáknapot a Fekete Iskola Mofintelepi intézményében. Az iskola 40. évfordulójának alkalmából. Kedd délelőtt színes programokkal várták a diákokat, így még a nyári szünet kezdete előtt együtt szórakozhattak az osztályok. Mi kipróbáltuk a biztonság sétát, ilyen pokhálom volt. Voltunk olyanon, hogy egy fát kellett összeépíteni, és volt olyan, szerintem, hogy ilyen embereket fel kellett ismerni, vagy nem tudom. És hogy tetszett az előadás? Nagyon jó volt. Nekem legjobban a horgászos tetszett. Az ügyességi feladatok mellett egy utazó planetárium segítségével a diákok megismerhették a csillagászat alapjait, de az épület udvarában is színes programmal várták a tanulókat, ahol megismerkedhettek többi közt a dzsúdó és a K1 küzdősporttal. Hasonló jókedv uralkodott a Fekete Iskola ipartelepi intézményében is, ahol a 60. évfordulót ünnepelték a diákok. Az ipartelepi egységünkben egyfajta kihívásnapot rendeztünk, egy challenge day-t, Ipar 60 elnevezéssel. Ott különböző versenyfeladatok vártak az osztályokra. 8-10 állomáson mentek végig a gyerekek, és hát ugye utána hirdettünk nyertest. A feladatok mindenképpen kapcsolódtak a 60. évfordulóhoz. Többi közt egy 60 puzzle darabból álló képet kellett kirakni a diákoknak, de volt kosárlabda és foci is. Elsősorban ugrókötelesztünk, és nagyon jó volt, szurkoltunk mindenkinek, és remélem, hogy mi fogunk nyerni. Neked mi tetszett itt a mai napon? A puzzle tetszett a legjobban, mert mi teljesítettük, a negyedik osztály teljesítette a legjobb időt. Mit raktatok ki puzzleből? A Vuknak a egyik jelenetét. A bátrabbak egy gyors tájékoztató és a bukósisak felvétele után a kvadozást is kipróbálták. A legjobban teljesítő osztályok édességgel, gyümölcsel és játékkal megtöltött ajándékkosarat kaptak.